Az elkövetkezendő napok felmelegedésétől a mezőgazdasági szakemberek is tartanak. Itt a Sárospataki Geomill Kft. Területén is jól látszik, hatalmas területeket fed a hó, az esetek többségében a jég. Bodnár Pál ügyvezető hozzátette, annak ellenére, hogy az elmúlt hetekben megfeszített munkával takarították a csatornákat, nem tudják még, hogy milyen helyzet alakul majd ki egy enyhébb időben. Sokkal nagyobb aggodalommal tekintünk a 2011-es év elé. Sokkal rosszabb alaphelyzetből indul a 2011-es év, hiszen 2010 tekintetében még gyönyörű őszi vetéseink voltak 2009 év őszén, ami átjött 2010-re. Még tavasszal, ha nehézségek árán is, de sikerült elvetnünk a tavasziakat, és akkor onnan kezdődtek a bajaink. Viszont 2010 végén nem sikerült azokat a mezei leltár jellegű munkákat elvégeznünk, amit minden éven elszoktunk, tehát hogy leszántjuk a teljes területet, a tápanyag utánpótlást megcsináljuk. 500 hektáron nem is tudtak szántani. Azon kívül a talajok kultúrállapota egyrészt a nagyon nagy mennyiségű csapadék által, másrészt az elmúlt év betakarítási munkái által oly mértékben tönkrement, hogy elég nagy aggodalommal nézünk a 2011-es év elé. Bodnár Pál szerint egy jó ideig nem is tudnak majd a földeken dolgozni. Próbálkozunk, amikor csak egy kicsi esély is van arra, hogy valamilyen munkát, például a szántást, hogy folytatni tudjuk, annyit fagyogat, hogy reméljük, akkor próbálkozunk, rendszerint kudarccal végződik a kísérletezésünk, mert apartosabb helyeken olyan kemény a fagy, hogy már képtelenség szántani, a vízzel telített területrészeken, vízfoltokon pedig elsüllyednek a gépek. Sárospatak és a térség legnagyobb mezőgazdasági vállalkozásánál az már biztos, hogy közel egyharmaddal kevesebb területen lesz valami az őszivetés nyomán. A megművelt területek növényzetének állapota pedig még kérdéses.